Igazi családias hangulatban telt el a Martonoson megtartott családi nap. A legkisebbektől az időseken át mindenki találhatott magának megfelelő szórakozási lehetőséget. Meg vagyunk elégedve, ilyen mi a ritkán van. Ilyen nagyobb méretű családi nap, ugye, hogy mire összejön az ember, szabad egy kicsit étét kibért velük jönni, mozogni. Most volt ez a koronavírus, és akkor az véget, bezártság, meg minden. Most főszabadult a mérfene a nép, és akkor csak jobban mérfene összejönnek. Kis társaság, gyerekeknek is, meg minden. Ugye ismerősökkel is jobban mérfene lehet tanálkozni, ilyen hely, milyen rendezvényekön. Reméljük, mérfene meg lesz, jobb lesz, meg lesz több ilyen. Légvár, különféle gyermekjátékok, kirakodó vásár várta a kilátogatókat. A családi nap egyik legnagyobb eseménye egy 1000 darabos könyvadomány volt, melyet a szerbiai Szoroptimist Klub adományozott a művelődési otthon keretén belül működő könyvtárnak. Ezek a könyvek Magyarországról érkezett 500 darab könyv, a szegedi Szoroptimist Klub ajánlásával dr. Boda Domokos gyermekorvos hagyatéka, amit a lánya Boda Krisztina ajánlott fel a Martonosi Könyvtárnak a részére. A másik 500 darab könyv pedig a Magyar Kanizsai Panda Rádiónak az ajándéka. Az eseményen jelen volt Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is, aki nyilatkozatában kiemelte, hogy a kisfalu nagyon jó példa arra, hogy hogyan kell szép jelent létrehozni, és egy még szebb jövőt kialakítani. Régóta várták az emberek a pillanatot, és amikor megteremtődött, akkor rögtön éltek is a lehetőségekkel. Folytatják a hagyományt, vagy hagyományt építenek. Itt Martonoson például hagyományt építenek. Ha jól tudom, akkor ez a második ilyen rendezvény. De a hangulat azt mutatja, a jelenlevők száma azt mutatja, a jókednek a szintje azt mutatja, hogy ez telibe talált ez az elképzelés, és hogy egészen biztos, hogy itt egy komoly tradíció fog kialakulni. A szombaton megtartott esemény a falu további örökítése, ugyanis a szervezők az aratás ünnepe mellett ezen túl a családokat és a faluban való megmaradást is szeretnék előtérbe helyezni. Tehát azért mondom, hogy a család nagyon fontos, mert nagyon sokan elmentek, elszármaztak, és valamilyen szinten programjainkba, támogatásainkba is azt szeretnénk bemutatni, hogy a falun is lehet élni. Az eseményt művelődési műsor színesítette, valamint a családok számára lehetőség adódott a szabadban főzésre is.